Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most vannak új felvételek nálam, ahol bemutatom a különböző kártya csomagokat. Ez segít a vásárlásnál, hiszen akkor tudod, hogy melyik csomagban, hogy néznek ki a kártyák. Itt a Lenormand kártyáról van szó, megmutatom a csomag másik oldalát is, és itt van hozzá ez a kis füzet, német nyelven, de lehet, hogy magyarul is lehet kapni. És megnézzük, hogy mit mutatnak itt a kártyák. Az egyes számon a lovas férfi látható. Ez jelenthet egy férfit. Jelenti a mozgást, hogy valami vagy valaki útban van hozzád. Mindarra utalhat, ami mozog, például erre a lóra, vagy egy utazásra, vagy egy autóra, vagy változásokra. Itt a kettes számnál a négy levelű lóhere szerencsét hoz. Hogy hol van szerencséd, azt mutatják a körülötte lévő kártyák. Ez a négy levelű lóhere, ez lehet négy nap, négy hét, vagy április hónap. Itt a hármas számnál a hajó van, jelenti a reményt, lehetnek lehetőségek, utazások, külföldi kapcsolatok, ezek lehetnek internet kapcsolatok is. Itt is van mozgás, utazás. A négyes számnál a ház utal az otthonodra. Ez lehet egy lakás, lehet egy ház. Jelenti a családi kapcsolatokat is, vagy valaminek a kiépítését, hiszen itt megvannak ehhez az alapok. Utalhat ingatlanokra is. Az ötös számnál a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. Jelentheti a fát vagy az erdőt, jelenti a türelmet vagy egészségügyi témákat. Azon kívül az őszt, különösen szeptember hónapot. A hatos számnál a felhő azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan. Itt valamit meg kell még vizsgálni, mindkét oldalra odafigyelni, az érmének mind a két oldalát megnézni. Ez a kártya jelenti az időt is, mégpedig fél évet. A hetes számnál a kígyó jelenti a megújulásokat, a gyógyító erőt, mellékutakat, de jelenthet egy hölgyet is, gyakran egy rivális hölgyet. A nyolcas számnál a koporsó lehet egy örökösödési ügy, vagy régi témák, vagy egy idősebb személy, azt is jelentheti, hogy most lezársz valamit, és akkor lesz egy új kezdet. Lehet egy ilyen csendes időszak is. A kilences számnál a virágcsokor jelenti a nőiességedet, a szépségedet, a jó ízlésedet, egy kreatív tevékenységet, vagy amikor megszépítesz valamit a környezetedben. Persze utalhat a virágra is, vagy a kerti munkára. Ez lehet egy meghívás, vagy egy ajándék, gyakran jelent egy fiatal lányt. A tízes számnál a kasza elvág valamit. Itt le vannak zárva bizonyos témák vagy kapcsolatok. De a kasza jelentheti azt is, hogy valami történik, amire nem számítottál, olyan hirtelen lesz egy más fordulat. A 11-es számnál ez az ostor mindazt jelenti, ami fájdalmas, hogy valaki meg akar bántani téged, hogy vannak viták, vagy veszekedések, nézeteltérések,
és mint időkártya jelenti november hónapot. Itt a 12-es számnál vannak a madarak, szimbolizálnak egy új kezdetet, itt van mozgás, itt vannak kapcsolatok, vidámság, jelenti a kommunikációt is. A 13-as számnál a gyermek jelenti a gyermekeket, vagy a fiatalos kisugárzást, vagy egy új irányt, egy új kezdetet. Jelenti az ártatlanságot is. A 14-es számnál a ravasz róka óv. Negatív gondolatoktól, negatív érzelmektől, hamis személyektől, vagy rossz döntésektől. Itt a 15-ös számnál van ez a medve, ez jelenti a te életerődet, ezzel be tudod bizonyítani magadat, jelenti a belső erőt, a hitet is, vagy egy szemét, akinek szava van, ez lehet a főnököd, vagy egy bíró, vagy valaki, aki parancsolgat neked, vagy neki. A 16-os számnál a csillagok szerencsét hoznak, és jelentik a spirituális területet. A 17-es számnál a gólyák utalnak változásokra, ez lehet munkahelyi változás, költözködés, vagy megváltozik a hozzáállásod, vagy a külsőd. Ha a gyermek a közelben van, az jelentheti egy kisbabának a születését is. A 18-as számnál a kutya jelenti a házi állatokat, kutyát vagy cicát, jelenti a hűséget és a barátságokat. A 19-es számnál a torony az lehet egy magas, vékony személy. Ez lehet egy nagyváros. Ez jelentheti azt, hogy meg akarsz nagyobbítani valamit. Vagy lehet egy nagyobb épület, egy iskola, egy kórház, egy hivatal vagy bíróság. Amit a torony még jelenthet, ha fogva érzed magadat a toronyban, ez akkor egy szűkös helyzet, amiből szeretnél kilépni. A 20-as számnál van a park, ez lehet egy szép környezet, vagy jelenti a nyilvánosságot. A 21-es számnál a hegy, jelenti a hegyvidéket, vagy a problémákat, vagy az ő hideg-rideg tartását, és mint időkártya jelenti a téli hónapokat. A 22-es számnál vannak az utak, az lehet egy találkozás, amikor a sors utak kereszteződnek, de jelent döntéseket is, hiszen elérkezel ide a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább. Az utak jelenthetik azt is, hogy valami vagy valaki útban van hozzád. A 23-as számnál vannak az egerek, és ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Ez lehet veszteség, vagy lehetnek félelmek, hogy elveszítesz valamit vagy valakit. De az egerek tudnak segíteni is, amikor eltávolítanak negatív kártyákat, például a hamisságot. A 24-es számnál a szív, az jelenti a szeretetet vagy a szerelmet. Egészségügyi témánál természetesen a szívbetegségekre utal. A 25-ös számnál a gyűrű jelentheti a házasságot, eljegyzést vagy ékszert, jelent kapcsolatokat, szerződéseket, vagy hogy valami vagy valaki visszatér hozzád.
A 26-os számnál a könyv jelenti a tudást, a tanulás vagy a könyveket, de az árkózottságot is. Gyakran arra is utal, hogyha úgy érzed, hogy valaki eltitkol előled valamit. A 27-es számnál van a levél, ez lehet egy hír, de minden, ami úgy írásban történik, egy írásbeli vizsga, vagy egy dokumentum, vagy egy szerződés, vagy egy számla. A 28-as számnál a férfi utal a férfiakra, a nőknél jelenti a lelki társat. A 29-es számnál a hölgy jelenti a hölgyeket, a férfiaknál a társnőt. A 30-as számnál van a lilium, ami jelenti a tisztaságot, tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket, vagy ha lehet tisztázni valamit. Jelenti a szexuális témákat is, és mint időkártya a február hónapra utal. A 31-es számnál a nap megvilágít valamit, kiderül az igazság, megvan ez a kisugárzás, a sikerek, a vonzalom, láthatóvá tesz valamit. Mint időkártya utal nyárra, különösen augusztus hónapra. A 32-es számnál van a hold, jelenti az anyukát, az anyai érzelmeket, az intuíciót, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és mint időkártya utal július hónapra. A 33-as számnál van a kulcs, jelenti a magabiztos fellépésedet, de azt is, hogy valamit le lehet zárni, vagy valamit ki lehet nyitni. Vagy zárkózottságot, vagy nyitottságot. A 34-es számnál a halak jelentik az anyagiakat, vagy a belső értékeket, és mint időkártya utal március hónapra. A 35-ös számnál a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le lehet horgonyozni. Jelenti a munkát, a hivatást is. A 36-os számnál a kereszt jelenthet kármikus témákat, sorsdöntő eseményeket, találkozásokat, amikor a sors utak kereszteződnek, jelenti a hitet, a spirituális területet, vagy a döntéseket, hiszen ha elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, akkor elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, tehát gyakran döntésekről van szó. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a felvétel, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!